Ez a Frontember mai adása, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, az Zoom túlsó végén pedig Georg Kötle, biztonságpolitikai szakértő. Szia Georg, köszöntünk a műsorban. Szia Tomi, sok szeretettel köszöntelek téged, és hát persze minden nézőnket hallgatunk. Azonnal belevágunk a mai adásunkba, előtt azonban arra kérek mindenkit, hogy ha még nem tették, akkor kattintsanak a feliratkozás gombra, iratkozzanak fel a csatornákra. Tegnap elértük a 189 ezredik feliratkozót egyébként, amit nagyon hálás szívvel köszönünk, úgyhogy megyünk előre, és igyekszünk meghódítani a 190 ezredik feliratkozónkat is még a héten. Most pedig akkor az aktuális kérdésekkel foglalkoznánk. A Telegramon egyre másra jelennek meg azok a hírek, hogy az orosz csapatok megújították a támadást a Donyecki Vuledár városa ellen. Az érintett frontszakaszokon több kilométeres haladást is sikerült elérniük, eközben pedig Kijev elismerte, hogy nehéz a helyzet a háború főtérségében Kelet-Ukrajnában, de Kijev részéről minden szükséges intézkedést megtettek, hogy ellenálljanak a támadásoknak, ezt mondta Alekszandr Szirszki, az ukrán sereg főparancsnoka. Mi történik most így a fronton az ősz első napjaiban? Na hát úgy kezdve az ukránok beismerték azt is, hogy a Kurszki betörés sima volt, nem tudták csapdába csalni az oroszokat, azt remélték, hogy ők fejvesztve kivonnak majd csapatokat ugye más frontszakaszokról, ahol aztán az ukránoknak könnyű dolog, hát idézőjelben könnyű dolguk lesz, de vissza tudják szorítani az orosz erőket területekről. Hát ez nagyon nem jön be, és beismerték, hogy hát igazából nagyon sok katonát vesztettek, a 31 Abrams harckocsinak egy jó részét elvesztették, úgyhogy nem volt egy sikersztori, és hát tegnap megnéztem Vladimir Putyinnak is a sajtótájékoztatóját, és rendkívül kipihent és nyugodt arca volt, úgyhogy azt mutatja, hogy jó az irány, és azt mondta, hogy amíg régebben, most hát régebben, úgy pár héttel ezelőtt még négyzetméterekért harcoltak az orosz csapatok, most igazából játszva vesznek be négyzetkilométereket, tehát nagyon jól haladnak előre, és hát említett ugye több nagyvárost is, aminek a közelében vannak már a csapatok, tehát ide tartozik Harkov is, ide tartozik Krasznodár, tehát halad előre az orosz haderő is, hát úgy látszik, hogy nagyon-nagyon nagy ütemben is. Tehát ez ugye fejtörést okozhat most az ukránoknak, de mondom, Putyin arca mindent elárult a sajtótájékoztatón, tehát régóta nem láttam ennyire nyugodtnak, és ahogy kifejtette a csapatok eredményességét, azt mutatja, hogy az ukránok valóban hatalmas pakot öltek ezzel. Akkor egyébként lehet azt mondani, hogy az ukránoknak valójában nem a Kurszkot kellett volna támadni, hanem mondjuk Pokrovsz környékére csoportosítani a haderejüket, és hogy az volt a hiba, hogy így megosztották a figyelmüket, mert sokkal jobban haladnak ezáltal az oroszok? Persze, nyilvánvaló. Ugye az oroszoknak azért hatalmas embertartalékai is vannak, a hátországban az ukránoknak nincsenek. Tehát az ukránoknál igazából nem kisebb egységi számít már, akik a frontvonalon harcolnak, minden egyes jármű, tüzérségi eszköz, minden, és hogyha onnan kivonták ezeket, ugye, és betolták Kurszba, ahol aztán egy embertaláló lett, ahol most már közel 9000 ukrán katona vesztette az életét, és ahogy mondom, rengeteg eszköz, tehát HIMARS-tól kezdve Abrams-ekig, Leopardokig, Gepardokig, tehát elfüstöltek mindent, ezek most nagyon hiányoznak, tehát azért gondoljuk bele, 8000 katona az rengeteg. Az nagyon sok. És hát ugye egy 1300 kilométeres frontszakaszról beszélünk, tehát ott eleve ugye nagyon szét van húzva a katonaság, szét van húzva az ellátási lánc, tehát folyamatosan kell nekik biztosítani a dízeltől kezdve élelmiszerük, minden eszközük, amire szükségük van, és ezt megoldani 1300 kilométeren amúgy is nehéz, főleg, hogyha még kivonokodna a csapatokat, tehát akkor gondoljuk bele, ezen most felállítunk itt mondjuk dominókat, mondjuk modellezzük le 13 méteren csak 1300 kilométer, és kiveszek mondjuk egy helyről két dominót, hát akkor az ellenség ott van, simán át tud törni, ugye át tud hajtani. És hát, ahogy te is mondod, nekik ki kellett volna építeni útvállásokat olyan fontos helyeken, ahol az oroszok nagy csapatkoncentrációt vontak össze, és ezeket tartani kellett volna. De hát ehhez mondjuk szakértők kellenek, és hát azért tudjuk, hogy Zelenszky barátunk az hát a filmiparból innen-onnan toborozta ugye a barátait, akiből aztán tábornokokat csinált, titkosszolgálati szakértőket csinált. Jó, persze ott van mögött a Pentagon, ott van az egész NATO, akik ugye tanáccsal, volt fotókkal, egyebekkel támogatják őt élőerős titkosszolgálati információkkal, de hát azért az kevés, hogyha a főparancsnok adott esetben Zelenszky úgy dönt, hogy végrehajt egy ilyen akciót, akkor ugye ezt a parancsnoki láncot végre kell hajtania, és hát ha utólag belátják, hogy hiba volt, hát ezeket a szerencsétleneket már nem lehet föltámasztani, az eszközöket nem lehet újra gyártani, mert
ezek ugye ott megsemmisültek. Viszont nagyon érdekes, hogy ki hogyan vélekedik a Kurszki betörésről. Ireneusz Novák, a lengyel légierő vezér őrnagya például azt mondta, hogy nagyon elégedett vagyok, hogy Ukrajna most támadó álláspontra helyezkedett. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon nehéz helyzet van a Donbass régióban, ahol Oroszország Putyin elnök kemény nyomás gyakorol, hogy rávegye az ukránokat a visszalépésre, és szerinte azzal, hogy az augusztus 6-án indított hadművelettel számos orosz falut és jelentős területeket foglaltak el, sikerült némileg lebontani a Vlagyimir Putyinról alkotott képet is, és hogy személyesen nagyon támogatja a behatolást orosz területre, mivel ezzel egyszerre okoztak stratégiai és operatív dilemmát is Moszkvában, valamint az orosz vezető megdönthetetlenségének képe is jelentősen gyengült. Szerinte most Putyin gyenge és kiszámíthatatlan vezetőnek tűnik, aki nem tudja kezelni a helyzetet. Hát ebből igazából semmi nem igaz, tehát ez megint olyan jó dolgokat tud mondani, hogy ugye a hajam égnek állna, ha még lenne. Kiszámíthatatlan vezető, figyelj, Putyin eleve nem az. Az lenne a legrosszabb, ha ő kiszámíthatatlan lenne. Gondolj el egy ekkora birodalmat, mint Oroszország, és annak valóban lenne egy kiszámíthatatlan vezetője. Na ez lenne a legrosszabb szenárió, mert akkor egy ilyen vezető akár meg is adott volna a nukleáris fegyvereket Ukrajna ellen. Tehát pont, hogy egy kiszámítható vezető. Az a kiszámíthatóságot most így jó értelemben mondom. Az Vlagyimir Putyin megfontolt, intelligens, nagyon sok időt adott ugye még a különleges hadművelet megkezdése előtt, hogy tartsa be Ukrajna és a Nyugat a Minszki megállapodást. Nagyon sok időt adott, hogy normalizálódjon a helyzet. Bevonta Macron, bevonta Angela Merkelt. Mit tett a két nyugati politikus? Átverték úgy nagyon durván, az arcába hazudta. Na és itt kezdődtek a problémák. Amikor ő erre rájött, utána folytattak az orosz gyilkosságok a Donbassban, és hát értelemszerűen megindította ezt a háborút, de ahhoz, hogy ezt a háborút megindítsa, évek kellette. Tehát hosszú éveken át próbált tárgyalni. Adjatok autonómiát az orosz lakta részeknek, Ukrajna ne legyen NATO tag, tőle beléphettek volna nyugodtan az Európai Unióba, valószínűleg Ukrajna már egy tagja lenne, nem lenne háború, csak ő azt nem akarta, hogy NATO tag legyen Ukrajna, és első körben biztosítani akarta az orosz emberek személy biztonságát a Donbass régióba, tehát ott senki ne gyilkolja őket. Emlékezzünk csak vissza, amikor tüzérséggel támadták az ott élő oroszokat, szabály szerint gyilkolták az ukránok a civil lakosságot, és Zelenszky még tapsolt is hozzá, tehát ez megbocsáthatatlan, és értelemszerűen lépnie kellett. Csak ugye erről beszélni manapság politikailag nem korrekt. Tehát ezzel Németország is tisztában van, és tisztában volt, és a német tévében is lejöttek arról híradások, hogy mit műveltek az ukránok. Ja, csak most, mintha ezt már elfelejtettük volna, a Kánszerpartja, mert ez is a része lett, hogy Ukrajna a szent, Oroszország a rossz, amik a szemében. Úgyhogy a társadalmi támogatottsága enorm, vagy ugye, hogy hihetetlen úgy magas. Akárkivel beszéltem Oroszországban, mindenki azt mondja, hogy ezt a háborút végig kell vinni a győzelemig, és még a társadalom is azt mondja, most már ne tároljon Zelenszkijel, főleg a Kurszki áttörés után. Azt mondják, ez az ember elvesztette a legitimátását, ez az ember kapkod, ez egy gyilkos, tehát neki igazából a bőrének valahol ott kell száradni majd egy kerítésen, most szalok fogalmazva, tehát az oroszok gyűlölik Zelenszkit. És tudod, mi az érdekes, hogy beszélgettem oroszokkal? Az oroszok szerették Zelenszkit. Mert amíg ő színész volt, ő Oroszországban is nagyon populáris volt, mint orosz nyelven. Endapos, mint színész. Ő orosz nyelven, ő feltűnt egy ilyen tehetségkutató showba, és utána szárnyalt, és az oroszok imádták őt. És az volt a döbbenet az egészben, hogy sokként érte őket, amikor ő elkezdte az orosz embereket gyilkolni. Tehát erről mesélt például Túroszki Lipcsi barátunk is, ugye kollégánk, hogy ő, az ő családja is, ugye orosz felesége van, megélte ezt, hogy egy közkedvelt sztár volt, egy vidám figura, akit az emberek szerettek, aki orosz nyelven beszélt, ő később tanult csak meg ukránul, tehát neki orosz az anyanyelve, orosz zsidó családból származik, tehát neki a gyökerei Oroszországban vannak, de lényeg az, hogy utána meg egy ilyen vadukrán nacionalista lett, és hogy zsidó létére a neonácikkal összeállt. Tehát ez sokként érte az oroszokat, és mondom, azok, akik szerették, döbbenten néztek, hogy mi történik Zelenszkivel. És utána elkezdődtek az orosz gyilkosságok, értelemszerűen mindenki elpártolt tőle, de úgy néztek, tehát most úgy belegondolunk, hogy van egy színész, akit mi szeretünk, és tisztelünk, és nézünk a tévébe, és boldogok vagyunk, hogy este jó kis sót csinál, és egyszer csak mondjuk elkezdene valahol magyarokat gyilkolni, mondjuk
tegyük fel most gondolat kísérlet valamik szomszédos országban van, vagy a kisebbség, ez nem magyar kisebbséget. Hogy reagálnánk mi, hogy reagálna a magyar kormány? Tehát azért gondoljunk bele, modellezzük ezt így fejbe, hogy mi történne akkor. És mondom, ha kiszámíthatatlan lenne valami Putyin, akkor nem tudom, már szőnyeg bombáztatta volna Kijevet, az összes döntéshozó központot. Nyilvánvalóan azért tud arról a orosz katonai titkosszolgálat, mikor hol tartózkodik Zelenszky, már rég kiiktatták volna, mondjuk sokan kérdezik, hogy ezt miért nem tették már eddig meg, de én nem kiszámíthatatlan. Ő még mindig a tárgyalásra épít. A tegnapi sajtótájékoztatóján ezt mondta, hogy megpróbálom szó szerint idézni, hogy Oroszország még mindig kész a tárgyalásra. Hogyha Ukrajna erre nem csak szavakban, hanem tettekben is hajlandóságot mutat, akkor nagyon hamar véget érhet ez a háború. Tehát Ukrajna nem mutat rá hajlandóságot, ahogy a NATO sem, ahogy Brüsszel sem, vagy Brüsszelben is miről szólt megint az elmúlt két nap, még több fegyvert, még több pénzt Ukrajnának. Ugye ez a kérdés merül fel, hogy ha jól értem a nyugati nyilatkozatokat, akkor arra várnak, hogy valami fajta csoda következzen be Oroszországban, és mondjuk Putyin meghajó rákba, vagy leváltsák, vagy elsöpörje a népharag, vagy magától mondjon le, vagy nem tudom. Tehát, hogy ha jól értem, akkor most már ez a végső Jolly Joker, hogy majd akkor megváltozik a helyzet. De ugye közben meg ott van Zelenszky, aki hát igazából az orosz narratíva szerint már nem legitim elnök. Hogy szerinted ki fog előbb megbukni, Putyin vagy Zelenszky? Zelenszky, egyértelmű. Tehát mondom, Putyin elnök nagyon erős a társadalmi támogatottság és a nemzetközi támogatottság is. Nézzük meg, hány állam akar például a BRICS-hez tartozni, aminek Vladimir Putyin elnök úr a vezetője. De hány országgal ápol rendkívül jó kapcsolatokat? Ugye megemlíteném Kínát, tehát a világ legnagyobb gazdasági ereje Kína. Most építenek például egy közös pipeline-t, amit földgáz fognak Kínába pumpálni, Mongólián keresztül, ezért is a mongóliai útja a legalábbis részben ezért, ugye a Power of Siberia nevű pipeline, ami majd nem is tudom, már évi, azt hiszem 50 milliárd köbméter gázt fognak átpumpálni, brutális mennyiséget Kínának. Tehát Kína a legerősebb és legnagyobb gazdasági partnere, de hát ott van Brazília, ami szintén egy hatalmas ország, ott van Irán, ugye az egyik legnagyobb kőolaj és földgáz kitermelő. Igazából, ha most leszámítjuk ezt a 27 nyugati országot, akik támogatják Ukrajnát, bár még azért ott is vannak érdekes dolgok, hogy mondjuk az Egyesült Államok a nukleáris hűtőszálakat Oroszországtól veszi, azért még mindig a világ nagy része Oroszországot támogatja. Megnézzük az afrikai országot, az ázsiai országokat. Ezeknek mindig a nyugati lebecsméből, hogy kit érdekel az, mindenkit érdekel, akit érdekelnek a gyémántok, érdekelnek a földfémek, amik szükségesek a komputerek gyártásához, az autóba való mikrocsippek gyártásához, a mobiltelefonok gyártásához. Azok az országok, ahol érték van a földben, ahol energiahordozók vannak, fosszilis energiahordozók, azok a legértékesebb országok, és ide számít Oroszország is. Megemlíteném például Oroszország szibériai gyémánt készletét, ha ők azt most piacra dobnák, nem az egészet, csak egy részét, a gyémántnak, meg a brilliánsoknak körülbelül annyi értéke lenne, mint az ilyen műanyag vackoknak, amiket lehet kapni kis bizsúboltokba, és tizenéves lányok tűznek a fülükbe, tehát pár forint lenne egy nem tudom hány karátos gyémánt. Tehát elértéktelen. Tehát olyan óriási készletekkel rendelkezik Oroszország mindenből, hogy látjuk, hogy Oroszország igazából önfenntartó. Sőt, nem csak, hogy önfenntartó, ellátja a világ nagy részét energiával. Tehát ezt az országot megpróbálni legyőzni, vagy megbuktatni, meg egy ennyire lebetonozott politikai vezetőt, akit az emberek szeretnek is. Tehát van például egy olyan sportmárka, az a neve, hogy Team Putin. Nagyszerű melegítőket készítenek, én is gondolkoztam, hogy veszek, de megviselnének az ukránok valószínűleg a metrón. Úgyhogy, de ebből is látszik, hogy az emberek ezt hallják, az emberek szeretik őt. Mert az orosz ember másképp gondolkozik, nem így mint ilyen liberális elektromos rollerre szója alatt és hülye gyerekek nyugaton, hanem ők szeretik azt, hogy egy erős vezető van, ha van egy nemzeti öntudat, és ez nagyon erős az oroszokban, és olyan hazaszeretet, amit tapasztaltam a katonáknál is tavaly kint a Donbaszból, vagy a civileknél is, hogy a hazájukról beszélnek, felemelő hallgatni. Jó látni, hogy emberek ennyire szeretik a saját hazájukat, és nem lebecsmérlik a vezetőket, azoknak a döntéseik, hanem megpróbálják ezeket megérteni, megpróbálják magukévá tenni,
És ők azt akarják, hogy Oroszország majd legyen és erős legyen, nem pedig azt, hogy nem tudom, mindenütt lengyen a szivárvány, hogy zászló pattanjunk fel az elektromos rollerre, és beszéljünk hülyeségeket, meg nem tudom, jó emberkedjük, engedjünk be migránsokat, mert nem fognak. Tehát az orosz ember nem ilyen. Az orosz ember kicsit nem, mint a magyar, tehát a konzervatívan gondolkodó magyar ember. Szeretjük a hazánkat, szeretjük a kormányunkat, hithűek vagyunk, nem árulnánk el, és ez így jó szerintem. Tehát így akarunk mi is élni, hogy legyen egy jó kormányunk, aki munkahelyeket teremt, olyan politikát és gazdaságot, vagy olyan politikai és gazdasági döntéseket hajt végre, amik ezeket a munkahelyeket meg is teremtik, hogy ahogy most látok, a diákoknak ingyenesen van a tankönyv például, hogy rend legyen az országban, ne pedig káosz uralkodjon, hogy el tudjuk menni egy augusztus 20-ai rendezvényre, és nem kell attól félni, hogy jön valami bokorugró, aki jött, nem tudom, Szomáliából innen-onnan, azt megkésel minket. Tehát ezt szeretnénk, és az orosz emberek is ezt akarják. És hogyha van egy olyan politikai vezető, aki mindezt biztosítani tudja, ráadásul jólétet is, tehát elég, ha az ember körülnéz Moszkvába, hát atya úristen, gyönyörű, és árubőség van, akkor miért akarnák ezt leváltani, miért akarnák ezt megbuktatni? És ott van egy ellenséges ország, mint Ukrajna, aki az én honfitársaimat gyilkolta le éveken keresztül, és gyilkolja le jelen pillanatban is, és aki betör hazám területére, akkor minden egészségesen gondolkozó hazafi azt mondja, hogy ezt az ellenséget onnan ki kell űzni, hogy ne jelentsenek többet veszélyt számunkra. Tehát ez ilyen egyszerű, ez egy ilyen tök egyszerű és normális gondolkodás, tehát ezt nem kell úgy túlihegni, meg nem kell Joseph Borrell-nek a gondolatait magunkévá tenni, mert az hülyeség és a normálisan gondolkodó emberekre kell építeni a politikát, mert ez viszi elő, ez adja a támogatást a társadalom részéről. Ezek a szavazók, akik így gondolkodnak. Tehát ez biztosítja a Fidesznek is a kétharmadát, hogy normálisan gondolkodó, hazaszerető emberek vannak, akik ezt nem akarják megváltoztatni, nekünk nem kellene migránsok, nem kell a közbiztonság romlása, látjuk az AfD előretörését, mi okozta az, hogy Németország kvázi elvesztette már a kontrollt az ország határai felett, sőt a nagyvárosok felett is. Na, visszatérve még itt a front tudósításokra, van egy német újságíró, Julia Röpkének hívják, aki egyébként nyíltan ukrán párti, viszont a nyugati elemzők közül a kifejezetten szkeptikus véleménye vezérek közé szokták sorolni, és ő most ott van a Donbaszban, és onnan tudósít, ukrán katonákkal folytatott beszélgetésekre hivatkozva. Azt írja, hogy egyre rosszabb a helyzet, túl kevés a lőszer, a fegyver és a katona a megmaradt települések megvédéséhez, és az ukrán vezetés mentálisan már Nyitro Petrovsk régió védelmére készül, a Nyitropetrovszkot még mindig nehezen mondom ki, és hogy már azt várják egyébként az ukrán katonák, hogy mikor kapják meg a parancsot a visszavonulásra, és hogy arra számítanak, hogy az orosz hadsereg elfoglalja az egész Donbaszt, és a harcok pedig az ettől nyugatra található Nyitropetrovszk megyében folytatódnak. Szerinted mennyire van ennek realitása, illetve ha elesik az egész Donbasz, az milyen lélektani hatásra jár? Abszolút reális, amit a kollégina írt, tehát teljesen jól látja a helyzetet, egy nagyon jó elemzés, amit ő itt igazából megosztott velünk. Hát ha a Donbass elesik, Ukrajna lélektanilag össze fog omlani. Tehát megszűnik igazából a még megnévő társadalmi támogatottsága is ennek a háborúnak, meg hát ugye Zelenszkij kormányának is, és joggal fognak akkor az emberek fellázadni, és mondják, hogy miért áldozott be ennyi millió ember. Miért ígérte meg azt, hogy győzni fognak? Ugye hányszor megígérte már Zelenszkij, ó, a karácsonyt azt már a Krímfélszigeten fogjuk ünnepelni, és Novim Gadom lesz mindenkinek, meg minden pezsgő és örök élet. Hát nem lett, és nem is lesz. Úgyhogy erre föl kell készülni. Tehát a kormánynak is lassan föl kellene készíteni erre a lakosságot, tehát apránként lépésenként, hogy ne komoly sokként érje, hogy mi fog történni. És ha a Donbasz elesett, én úgy látom, hogy akkor se lesz megállás. Tehát nyilvánvalóan, hogyha az ukránok nem hajlandók tárgyalni, hogyha a NATO nem fejezi be ezt az ellenséges magatartást Oroszországgal szemben, hanem még továbbra is azt fogja mondani, hogy akkor küldünk még több fegyvert, meg nem tudom, még több eszközt, meg még több pénzt, meg csináljatok akkor gyerekkatonákat az ovisokból, az hajrá előre, hajjon meg mindenki, de győzni fogtok, de hát akkor Oroszország tovább fog menni. Akkor én azt látom, hogy esetleg nem tudom, jövőre Odesszába megyek nyaralni, és rubelt kell beváltanom, nem zsinját, hogyha kimegyek a strandra. Úgyhogy akkor bármi is lehet.
Tehát az akár de facto Ukrajnának a végét is jelentheti hosszú távon. Tehát Ukrajnának a lakossága, gondoljuk bele, jelen pillanatban kb. 17 millió annak az óriási országnak. Folyamatosan menekülnek az emberek. Most néztem, például szombaton 30 ezeren érkeztek csak Magyarországra, Ukrajnából. Tehát folyamatosan hagyják el az emberek az országot. Úgyhogy mondom, nem lesz jó vége, tehát az idő az valahogy mindig Oroszországnak dolgozik, tehát egy óriási ország hatalmas mélységekkel, ha valaki elolvassa, nem tudom, Solovov csendes dolnyát, vagy valami, akkor egy kicsit megérti, hogy Oroszország hogy működik. Oroszország nem úgy működik, ahogy a nyugat szeretné, hop-hop, úgy dupla kattintás, és megnyerjük a háborút. Nem, Oroszország és Kína sem. Nem így működik. Tehát nem így napokban, hetekben vagy hónapokban méri az időt, hanem ennél sokkal hosszabb intervallumokban. És hogyha például most te elmész egy kínai múzeumban, és megnézel mondjuk egy 4,5 ezer éves porcelánvázát, és visszagondolsz, hogy mi volt Európában 4,5 ezer évvel ezelőtt, akkor úgy megdöbbensz, és érzed az időt, és érzed, hogy az idő az mennyire lavatik, hogyha ezt most területeken vagy népekre lebontva nézed, és mondom, nem így működik Eurázsia, tehát nagyon nem, és Oroszország sem így működik. Tehát nekik van idejük, vannak tartalékaik, van tervük, és ők is valahogy nem ilyen hangzatosak, mint meg Zelenszkij minden nap kiáll, mondja a tévébe ott a gondolatait, Josep Borrell naponta annyi hülyeséget beszél, hogy atya úristen, komolyan mondom, hogy az ember már életveszélyes, egy elszabadult hajó ágyú, tehát neki már mindegy lenne, legyen egy nukleáris háború, csak neki legyen igaza. Azt a romokra kitűzünk majd egy szivárvány színű zászlót, és egy transznemű mutáns előmászik a romok alól, és akkor szép új világ lesz, legalábbis szerintünk nem. Úgyhogy mondom, ez az orosz nyugodtság, ez az orosz más hozzáállás az időhöz, más hozzáállás a dolgokhoz, meg fogják nyerni a háborút, hogy megnyerték a náci Németország ellen, és gondoljunk vele, mekkora haderővel támadták meg annak a Szovjetuniót. Meddig haladtak? Igazából már a kaukázusi olajmezőket vették a náci csapatok célba, mikor már fogyóban volt, ugye az üzemanyag Németországban, azt mondták, elfoglalják ott az olajmezőket a Kaukázusban, pumpálják ki az olajat, helyben fogják finomítani, és ellátják a német hadsereget, hogy igazából tovább haladjanak majd valahol Vlagyivosztok felé. Hát hoppá, nem jött be. Tehát nagyon nem jött be ez a számítás. Hány évbe telt, amikor Oroszország meg tudta állítani a hitleri Németországot? És nem csak, hogy megállított, és azt mondta, hogy oké, akkor itt is ne tovább, hanem visszaszorította őket Berlin. Azért ez nagyon komoly, aki kicsit foglalkozott a törivel, mert szerette, vagy utána olvas, hogy a második világháború csatáinak, azért ez nagyon komoly volt, hogy több ezer kilométerre visszaszorították ugye a németeket, és utána elfoglalták Németországot. Azért ez parádés volt, valljuk be ezt, én mondom német létemre, tehát nem a szovjetek kezdték a háborút, hanem ezt mi kezdtük, tehát Németország kezdte Adolf Hitler alatt. És hát az eredmény az amely napig látható, ugye igazából, amikor Németország fel lett osztva a nagyhatalmak között, volt egy fal, volt egy NDK, volt egy NSK, még mindig nincs a volt kelet-német tartományok, még mindig nincsenek közzárkóztatva. Pont ez is témája volt ugye a tartományi választásoknak, hogy egy kicsit még, hogyha elmegyünk mondjuk Mecklenburg-Előpomerániába, az még mindig egy kicsit ilyen mostoha gyereke Németországnak. Tehát ezt a mai napig is érezzük a politikai, nem is tudom, utószerét ennek a második világháborúnak. Úgyhogy nem érdemes ilyen háborúkat kezdeni, és ez József Borrell meg a barátnének is fel kellene komni a küszöbben. Na és ha már Németországot említetted, akkor vasárnap megígértük a hallgatóknak, hogy majd ma kitérünk a német tartományi választásoknak az eredményére. Ugye Szászországban és Türingiában tartottak tartományi választásokat, és hát azt lehet mondani, hogy mindkét tartományban történelmi sikert ért el az AfD. Ugye Türingiában nyertek, Szászországban meg egy kicsit maradtak le a CDU mögött. Te hogy értékeled az eredményeket? Figyelj, nem lepett meg, tehát erre minden normális ember készült. Én mindig elmondom, tehát sokan vádolnak, hogy jaj, biztos az AfD-t támogattam. Életemben nem szavaztam, és nem is szavaznék az AfD-re. Mindig egy CDU-CSU szavazó voltam, tehát tényleg 18 éves még most is az lennél? Még most is az lennék, mert valóban őszintén már az utolsó szavazáson nem mentem el, mert megcsomorodtam attól, hogy a CDU-CSU a zöld politikák nyomja.
jaj, de jó a migráció, jaj, de jó az, hogy csak megújuló energiák. Jó, persze, zárjuk a nukleáris erőműveket, meg mindent. Tehát úgy teljesen belálltak ebbe. Azt hitték oktondi módon, hogy a fiatal szavazókat ezzel meg tudják szólítani. Nem tudták megszólítani. És tudod, mi a legnagyobb vicc az egészben? Megnéztem, hogy kik szavaztak a legtöbben az ARD-re. Én is azt hittem, hogy ilyen korombeli öreg csókák lesznek a ludasok. Hát marhára nem. Tehát a 18-tól 26 éves kori egy óriási szavazóbázis van az ARD-nek. Sikerült megszólítani a fiatalokat. És ráadásul mivel? Migráció megállítása, a közbiztonság helyreállítása. Tehát ez két olyan fontos téma, ami most derül ki, a fiatalokat marhára érdekli, tehát az első szavazókat is, meg ezt a igazából egyetemista főiskolás korosztályt, tehát a 20-as évek közepéig nagyon foglalkoztatja az, hogy mi lesz Németország jövője, miért nem tudnak már a fiatalok kimenni nyugodtan szórakozni egy utcabára, mert elmarad, mert bombariadó van, mert félnek attól, hogy a migránsok késelni vagy robbantani fognak. Miért nem engedheted el például a barátnődet egyedül egy csajos buliba, hanem hozni vinni kell autóval, mert félted őt, amikor felszáll az S-bár, az körülbelül olyan, mint a Hév, itt is ilyen elővárosi vasút, rengeteg bűncselekmény történik rajta. Tehát ezt már nem akarják a fiatalok sem. Ugye azt hitte a kormány, nagyon sok, hogy a fiatalok mind párti, meg liberális, és azt a politikát kell fújni, nem. Ez undorító, ez hamis, és ezért én az utolsó szavazásra már nem mentem el, azt mondom, na jó, köszi szépen, nekem ez már nem kell. Tehát én azt a régi CDU-CSU-t szerettem, amelyik valóban keresztény konzervatív. A Helmut Kohlféle CDU-t szerettem. Tehát az egy nagyon klassz dolog volt, ugye Helmut Kohl érában lettem első szavazó, 18 évesen, imádtam Helmutot, és mondtam, persze, hogy rá fogok szavazni. Eleve ugye bajor keresztény konzervatív családból származom, ott vannak a gyökereim, hát jó, hogy nem az ördekre szavaztam, jó sok siserékre, de mondom, nem, meglátom, mi lesz, most egy kicsit, mintha Merz visszakozott fújna, ugye sokan most azt mondják, jaj, sok kérte Németországot, vége a demokráciának, visszatértünk a 30-as évek hitleri Németországába, ilyen hangzatos címek jelentek meg tegnap a német sajtóban. Ez igen, butaság. A 30-as évek óta nem volt a szélsőjobbnak ekkora támogatottsága, így mint van, most, igen, ez olvastam én is abszolút ezeket. nem így van. Eleve én mondom, nem vagyok egy ARD-fan, de szélsőjobbnak nem nevezném. Egy jobboldali párt, egy kicsit valahol ott a széleken, de nem szélsőjobb, szélsőjobb, nem tudom, az NSDAP volt, vagy hasonló pártok, tehát nem. Igazából az embereknek elegük van az úgynevezett közlekedési lámpa koalícióból, ugye piros, mert SPD, sárga, mert FDP a liberálisok, és zöld, mert a Grüne, tehát a zöld párt, ezért nevezik közlekedési lámpa koalíciónak. Elegük volt, mert nem csak a bevándorlás, hanem a kapkodás a dízelautókkal, átállás elektromosra, átállás benzinesre, ja, akkor mégse, 30-ban már nem lehet robbanó motorja, de mégis lehet, emberek közben eladták a járműket, fölvettek hitelt, vettek drága elektromos autókat, na akkor ez mégse kellett volna, ugyanúgy a fűtésrendszerek átalakításával. Tehát az emberek azt mondták, hogy az Isten szerelmére ezekből a bohócokból nekünk elegünk van, akik kiveszik folyamatosan a pénzt a zsebünkből, őrült ötleteik vannak, ezt törvénybe iktatják, majd visszavonják, mégse így lesz. Tehát nem szeretik a németek a kapkodást. Tehát a német mindig egy tüstig nép volt. Szerette, én kicsit kockák vagyunk, tudjuk, hogy már holnap, mit tudom én, mit veszünk fel reggelre, melyik zoknit, melyik inget, melyik nyakkendőt, tehát ilyenek vagyunk. Kiszámíthatóság, stabilitás. És ezt akarják, nézem csak úgy, én már egy kicsit fölvettem ezt a laza magyar stílust, de megnézem például, ott vannak a rokonim, ez a kiszámítható, hogy szeretném tudni, ha én most veszek magamnak egy családi házat valahol a faluban, akkor én ezt eddig is eddig fizetem, lesz-e munkám, lesz, oké, emelkednek a kamatlábak, nem emelkednek, milyen lesz a gazdaság, ha én most beszerelek egy pelletfűtést, akkor nehogy jöjjenek a zöldek, és holnap után azt mondják, az mégse jó, azt föl kell megint vennem mondjuk 30 ezer eurót, saját családi példát mondok, hogy az egész fűtési rendszert átalakítsuk ázva, hát úgy árak vannak ezekre a rendszerekre. Tehát kiszámíthatóságot szeretnének, és ugyanúgy, hogy már kisvárosokat is telepakoltak migránsokkal, és idilli kisvárosok, ahol eddig te nyugodtan éltél és boldog voltál, és a gyerekek elmentek bringázni, elmehettek a folyópartra, piknikezni, meg minden, már nem lehet, mert jönnek az apránok, és ott csesztetik őket, beszólogatnak a lányoknak, letapizzák őket, nagyisten meg is erőszakolják, verekedések vannak, késelések vannak,
nem minden műsorán, hogy lövöldözés volt parkoló miatt, egy arabot pipa lett, elővett egy pisztolyt, azt elkezdett lövöldözni. Tehát az égszerelmére azért a Bajor hegyekben ilyen még nem fordult elő, és az emberek azt mondják, nekünk ebből rohadtul elegünk van, és akkor még annyira nem is szereti az AFD-t, mert az AFD belül is azért olyan hatalmi harcok vannak, hogy ihaj, tehát én kétlem, hogy egy szakértői kormányt ki tudnának állítani szövetségi szinten, sőt, biztos, hogy nem. Ennek ellenére vannak protestszavazók is. Tehát mondom, a fiatalok kiderült közvéleménykutatásban, ők szívből szavaztak, mert azt mondják, hogy változást akarnak. Vannak, akik protestszavazók. De azt mondják, hogy hát én szeretem a CDU, de hogyha most már ők is zöldek lettek, hát akkor nem. Akkor szavazok az AFD-re. Tehát mondom, ez a két faktor, ami nagyon erős, és most ezzel megdöbbenni, hát az égszerelmére közel 10 éve árvanyítva vannak a határok, csak az nem jön Németországba, aki nem akar. Nincs közbiztonság, az emberek látják, hogy ott van egy ilyen kb. 67 milliárd eurós luk, ami ott tátong a költségvetésben, azért, mert Ukrajna first, tehát ez a német politikusoknak a devizája, különleg Annalena Baerbocknak, ugye ezt is jelentette, akkor ott van az a rengeteg pénz, amit a migránsoknak fizetnek segélyként, ott is az emberek mondják, hát nehogy már én fizessek ilyen drogdílereknek, semmittevőknek, akik csak kárt okoznak az országba. Látjuk a kitoloncolt, ugye 28 alkán, büszke a kormány, ha kitoloncolt 28 alkán, mennyiből a 2 millióból, hát nagyszerű, hatalmas eredmény, tapsoljuk meg őket, meg vegyünk nekik lufit és zserbót. De ez semmi. Plusz még ezek az emberek még kaptak 1000 eurót is, jó, azt nyilvánvalóan már elszedték tőlük. Tehát ugye amikor valakit kitoloncolnak, helyi rendőrök azok beviszik őket, kihallgatják, átmutatják, esetleg rosszabb dolog is történik velük ilyen országokban, de az négy, az 1000 euró az már nincs náluk. Akkor ott volt az a fickó, aki a kitoloncoltak között volt, megerőszakolt egy 14 éves lány. Csodálatos dolog. Emellett még elkövetett, nem is tudom, 100-valahány bűncselekmény. Van emberre, azt hiszem 160-at, nem akarok butaságot mondani, mint ez lett volna a szám. Végre kitoloncolták. Mit mondott az ügyvédje tegnap? Én ezt a férfit visszahozom Németországba, mert a nem érőszak mellett hát azért voltak más kis tétetétjei is, és teherbe ejtett egy német nőt, aki most gyereket vár tőle. Tehát a gyerek ugye apa afgán, édesanyja német állampolgár lesz, és szüksége van egy apára, ne apa nélkül nőjön fel. Most adott egy beadványt, hogy hozzák vissza érvényes vízummal és tartózkodási engedménnyel ezt a nem érőszakoló senki házat Németországban. Gondoljunk bele. És vannak szervezetek, hogy ezt támogatják. És hogy ebben a helyzetekben jogászkodás zajlik, és nem pedig mondjuk ilyen fekete fején, hogy hát elkövetett több mint 160 bűncselekményt, meg gyereket erőszakolt, meg nem tudom, akkor az fekete fehéren nem való egy társadalomba. Tudod, mennyit ült a nem érőszakért? 2 évet, utána kitoloncolták Németországból, utána visszajött. Újra kifizetett egy ember csempészt, és újra megjelent. Hát mi van? Tehát ha én most erőszakot tennék egy gyereknek, gondoljuk bele, mint egyszerű átlagember, hát nagy valószínűséggel egy 15 évet kapnék, esetleg egy 13 év múlva jó. Nagyon jogosan egyébként. Adott, csak... És abszolút jogosan, és azt mondanám, hogy igen, működik a jog Németországban. Még ha saját bőrömben is tapasztalnak. De az, hogy 2 évet kapott, de hát volt hasonló eset, hogy 11 éves kislányjal erőszakoskodott, és nem is tudom, mennyi 3 hónapot kapott. Hát azért az Isten szerelmére azért gondolkodjunk egy kicsit. És akkor csodálkozunk, hogy az AFD tör előre. Hát marhára ne csodálkozzunk, vagy Solingen. Hát pont most a választások előtt, ugye mennyivel nem egész 2 héttel volt a Solingeni eset. Hát akkor ne csodálkozzunk, hogyha ilyenek vannak, ha lemondanak most folyamatosan különböző városi rendezvényeket, mert félnek attól, hogy terrortámadás lesz. Tehát ezt nem csak ott is az a megoldás, hogy betiltják a kést, vagy hogy korlátozzák a kés hosszát. Nem az a megoldás, hogy a gyökér problémát oldják meg. Így van, ez olyan, mint hogyha én tök hosszos a lábam, nem mosom meg, hanem fölveszek fel egy tiszta csizmát, felhúzom, és azt mondom, szép és ápolt megint. Tehát ezt így nem lehet, mert egy terroristát, aki késelni akar, vagy egy bűnelkövetőt, mint ez az afgán fószer, aki 160 bűncselekményt elkövetett, fogja az érdekelni, hogy nem szabad csak mondjuk 13 cm hosszú svájci bicskát tartani. Hát vesz egy ekkora halefot a boltba, az berakja a zsebébe, és megy gyilkolni. Tehát ezeket nem tartja vissza. Tehát ott a férfiasságnak az egyik szinonimája az, hogy van nálam egy kés, és használom is. Tehát miről beszélünk? Tehát ez megint ilyen szerencsétlen próbálkozás.
Nem, határok lezárása, és csak azt engedni be, aki jogosult védelemre, mondjuk az ukrán háborús menekülteket, vagy olyan országból az embereket, ahol valóban háború dúl, és össze kell szedni az összes bűnelkövetőt és kitoloncolni őket, vagy hogy az olaszok csinálják, megállapodtak ugye az albánokkal, és ott vannak befogadó táborok, kvázi olyan, mint a tranzitzóna volt Magyarországon, amit elmondtak itt mindenféle koncentrációs tábornok Brüsszelbe, és be kell zárni, meg kell szüntetni, oké, a kormány megszüntette, pedig nagyszerű hely volt, én voltam, ott direkt megnéztem, és tévé volt, klíma volt, mosógép volt, játszótér volt, óvónénik és tanítónénik jöttek a gyerekekhez, egy abszolút kulturált, szép, tiszta környezet volt, bolt volt, tehát megkaptak mindent, ráadásul az élelmiszert, amit kaptak háromszori étkezést egy nap, azt egy török cég szállította, tehát halál élelmiszer volt, tehát odafigyeltek arra is, hogy senkinek ne sértsék meg azzal a vallását, hogy nem vallásilag tiszta, tehát nem halál élelmiszert kap. Tehát mindent megtett a magyar kormány, és tényleg gyönyörű kulturált körülmények között, fürdőszobával, zuhanyozóval, tévével, mosógéppel, olyan volt, mint egy kis lakópark igazából, és azt mondták, hogy ez nem jó, ezt meg kell szüntetni. Hát mennyivel jobb ilyen kiégett tanyákon a kutyaszaros erdőbe, meg parkokban élni, és egy konzervdobozban melegíteni az ételt, mint sem, hogy van konyhákban mikrosütőd, és kapsz tényleg nagyon jó minőségű konyhában elkészített meleg ételt napi háromszor. Tehát érthetetlen Brüsszel álláspontja is. De viszont a német emberek álláspontja az érthető, hogy változást akarnak, és nem véletlenül Friedrich Merz, ugye a CDU elnöke előterjesztette ezt az új 8 pontos törvényjavaslatot, és ezzel próbál egy intet verni a közlekedési lámpa koalícióba, ezzel próbálja meg a szociáldemokrata pártot, az SPD-t átédesgetni a konzervatívokhoz, hogy ismét egy nagy koalíció legyen Németországban. Mert az emberek biztonságot akarnak, tehát benne van a pontokban, hogy ugye a határon ellenőrzés legyen, tehát ha látják, hogy valaki Lengyelországból, Ausztriából, tehát egy biztonságos országból akar belépni, azt már be se engedjék, hanem mondhassák neki, hogy figyelj, Csoze, te ott maradsz, mert Bécs egy gyönyörű hely, már Zaj Péter szerint a legélhetőbb város Európában, úgyhogy te már ott voltál, ott is maradsz, Németországba nem jössz be. Ugyanígy, ha valaki Lengyelország felől, Dánia felől, Hollandia felől próbálkozik, nem, maradjon ott, már ott magának építhetett volna valamit, úgy döntött, hogy ott kezd, akkor ott is folytassa. Tehát ez nagyszerű dolog. A bűnelkövetőket pedig toloncolják ki, tehát mondom, teljesen egyszerű, tehát nem akart itt a Pitagorasz tételt újra gondolni, hanem az embereknek a vágyait igazából papírra vetette 8 pontba, hogy hogy kell Németország határait megvédeni, és hogy semmire kellő bűnelkövetőknek, nem erőszakolóknak az adófizető pénzéből ne fizessenek súlyos ezreket minden hónapban. Mert miért? Mert Németországban is szükség van erre a pénzre, és hát nagyon jó gondolja kb. Akkor Germany first, hogy egy kicsit alattálja a nagyszerű gondolatát. És mondom, elképzelhető, hogy ez be fog következni, mert amúgy is recseg ropog ez a koalíció, több sebből vérzik. Úgyhogy hát hajrá, én nagyon örülnék, hogyha egy nagy koalíció lenne, ahol értelemszerűen a CDU-CSU vinni a klímet, és akkor nagyon szívesen látnánk Friedrich Merzet szövetségi kancellárként. Tehát szerintem egy nagyszerű dolog lenne újra egy konzervatív fordulat, egy jó értelemben vett konzervatív kereszténydemokrata keresztény szociális uniós fordulat. Ugye 2025-ben lesznek egyébként a német választások, és itt a matekot nézem, hogy azért az AfD maga ugye még nem tud kormányt alakítani Szászországban, meg Türingiában sem, ami pedig nagyon AfD-snek számít, de hogy vajon hogy alakul itt a választási matek egyrészt ebben a két tartományban, tette milyen kormányra számít az, másrészt ez mit vetít előre, mert egyébként meg ha akár a német sajtót is nézem, akkor ilyen címek vannak, hogy lefőtt a kávé Németországban, meg Scholz már csomagoljon, meg meghibásodott ott a közlekedési lámpa, pakoljon Scholz, tehát ilyen szalagcímeket látok. Jó, persze ezek szalagcímek. Eddig a Bild Zeitung egekig magasztalta a Scholzot, hogy minden idők legjobb kancellárja, nem érták meg, hogy miért, úgyhogy én sem tudtam meg. De Scholz tipikusan az az ember volt, aki soha nem csinált semmit, és ezért nem is hibázott. Így lett belőle kancellár. Nem volt soha semmilyen botrány, egy szürke kis tisztviselő volt. Tehát mindig popsival a fal mellett alatt, ne lehessen belekötni, és eljutott a kancellári székig. De hát itt sem tudott igazából profilálni. Persze, hogy recsegropog a koalíció, mert
a zöldek mindenáron saját politikájukat akarták átboxolni, csúnyán fogalmazva Scholz meg mindig becsics volt. Tehát oké, zárjuk be az atomerőműveket, jó, bányászunk olyan lignitet, csináljunk azzal megint akkor áramot, jaj, oké, akkor tiltsuk be 30-tól ugye a robbanó motorokat, legyen csak elektromos autó, ja, mégse akarjátok, oké, akkor vissza az egész. Tehát mondom, ez az őrült kapkodás volt itt mindenre, megbüntetni azt, aki még mindig gázfűtést használ otthon a lakásába. Csak hát kérdem én, Óma Brézike az 1000 eurós nyugdíjából, honnan tudja neki több 10 000 eurós fűtés átalakítást finanszírozni. Mondták, vegyen fel hitelt. Ja, hogy már 77 éves és nem kap. Hát bocs, akkor is megbüntetjük. Tehát így elegük van az embereknek ebből a koalícióból. Scholz pedig mindig büszkén mindenre bólogatott, amit a zöldek akartak. Az FDP, a liberálisok, hát az még mindig egy olyan párt volt, akikre ugye azok a szerencsétlenek szavaztak, hogy nem tudtak dönteni se abból, hogy fiúk, se vagy lányok, vagy pedig, hogy most konzervatív szeretnék lenni, vagy igazából zöld, vagy szociáldemokrata, hogy egyik se, oké, akkor szavazok az FDP-vel. Tehát ez így már nem fog sokáig működni, az tény. Kétlem, hogy lenne egy nagyobb kormányválság, szerintem azért itt vannak már a választások anteportas, azért gondoljunk bele, szeptember van, október, november, december 25-öt írunk, tehát olyan sokat már nem kell várni. Szerintem ezt a legislatív periódus még végig akarja a kormány csinálni. Közben persze már a háttérbe fognak menni az egyezkedések, hogy ki kivel tudnak koalícióra lépni, ahogy most Türingiában és 100 országban. Azt mondja, már bejelentette például a CDU, hogy nem fog koalícióra lépni az AfD-vel, ugyanúgy, vagy még annyira se a Die Linkével, és az, hogy Sarah Wagenknecht bündnissel, az ugye Sarah Wagenknecht, aki esetleg úgy annyira nem jártas a német politikába, kivált a Die Linkéből, tehát a Die Linke az a MDK-nak, a német szocialista egységpártnak az utódpártja a Die Linke, és ott van Sarah Wagenknecht, aki egy nagyon okos nő, nagyon jól lovagozik a politikában, és eltávolodott ettől a kicsit ilyen kommunista gondolkodástól. Ő is például a határok védelmét követeli, de egy szociális politikát. Én azt mondom, Sarah Wagenknecht az igazi szociáldemokrata jelen pillanatban. De hogy vele akarnak egy koalíciót, hát ez ilyen szondázó megbeszélések után fog majd kiderülni. Attól annyira nem zárkoznak el, de ugye még inkétől, mivel egy kommunista párt mindenképpen, ugyanúgy az AfD-től. Ez körülbelül olyan, mintha a Fidesz koalícióra lépne a DK-val, nem? Ez körülbelül olyan lenne, mint a DK-val, igen. De mondjuk a DK-ból kivárna egy csoport, aki mondjuk tényleg demokratikus gondolkodású, és sok pontban egyezik a politikája mondjuk a Fideszével, hasonló politikai célkitűzései vannak, akkor azt mondom, akár ilyen be is következhetne. Jó, ez most mondom szintén Schrödinger vörös macskája, gondolom kísérlek. Schrödinger demokratikus koalíciónak apostata tagja. Így van. Úgyhogy mondom, ez még benne van, viszont már nagyon érdekes, hogy egy CDU-s politikus asszony azt mondta, hogy hát azért mind a két tartományban 30% körül, sőt fölött van az AP szavazóknak a száma, és hát azért a politikának ezt a 30%-os szavazótöbbséget igazából meg kellene tisztelni azzal, hogy beszélnek azzal a párttal, tehát hogy megbeszélést kezdenek, akire ennyien szavaztak. Ez teljesen új, tehát életben először mondott ilyet egy CDU-s politikus asszony. Nem tudom, ma reggel még nem volt semmi új erről a sajtóban, de el tudom képzelni, hogy majd követelni fogják. Schwanzburgnak hívják a hölgyet, hogy követelni fogják majd a lemondását ezek után. Meglátjuk, hogy mi lesz, mert ezzel igazából egy hatalmas tabut döngetett, hogy beszélni kell az AfD-vel. Igen, sajnos ilyen többször tapasztaltuk itt tartományi választásokon, hogy kvázi úgy mondom győz az AfD, annak ellenére opozícióba, tehát ellenzékbe fog maradni, mert nem akar vele senki koalícióra lépni. Tehát, hogy sikerrel ezzel ebbe a neonáci sarokba boxolták, és ezért őket egy politikai karanténba tették. Ez a mai végszó. Ennyi dióhéjban. Ez a mai végszó, itt tartunk most, aztán természetesen folyamatosan figyeljük, hogy mit történik Németországban is, mert ami Németországban történik, az Magyarországra is hatással van gazdasági szempontból. Mindenképpen, hát hogy ne legerősebb gazdasági partnerünk, hogy az Európai Unióba csak az autógyártást tekintjük, úgyhogy Németország nagyon-nagyon fontos nekünk, és hát fontos, hogy egy olyan kormánya legyen, amelyik ugye a német gazdaságot, és ezzel együtt a magyar gazdaságot is előre viszi,
nem pedig egy olyan kormány, aki mondjuk egy harmadik világháborút szeretné, és mindenben kiszolgálja, mint Washington DC-t, mint pedig Brüsszel. És nem is örülünk annak, ha Németországban bajok vannak egyébként, mert nekünk az a célunk, hogy legyen egy jó Németország a szomszédunkban. Hát így van, egy erős Európa, erős tagállamokkal és biztonságos tagállamokkal, tehát ez lenne a cél. Úgyhogy mondom, én most Merznek nagyon-nagyon drukkolok. Kicsit régebben ilyen ambivalens érzéseim voltak vele, amikor így nagyon-nagyon a zöld pártot kezdte nyomni meg mindent, de most úgy látom, hogy egy jó útra tért politikai értelemben, és mondom, ez a törvényjavaslat, ahogy átolvastam, ez abszolút nem az ördögtől való, mert ez egyértelműen a német emberek biztonsági érzetét tükrözi, tehát azt, amit a német választók szeretnének, és mondom, hát egy politikusnak az a dolga, hogy a választói igényeket ugye normális keretek között megoldja és kielégítse. Úgyhogy mondom, jelen pillanatban hajrá Merz, és hát meglátjuk, hogy mi lesz, ugye mondom, néhány hónap aztán ugrik a Schrödinger macskája a vízbe, és Igen. meglátjuk. Igen. Figyelünk. Geos Pötle, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Drága Tomi, egy élmény volt még mindig, és nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Búcsúzóra arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék továbbra is az Ultrahang műsorait, hiszen nagyon izgalmas adásokkal jövünk. Folyamatosan ezen a héten is sok-sok fontos témával foglalkozunk majd. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra, viszonthallásra.